Székesfehérváron az országban talán egyedülálló módon a kezdetektől 2004 óta folyamatos az iskolatej program. 5 éven keresztül minden általános iskolás, 2009. januárja óta pedig minden alsótagozatos kisdiák ihat naponta a tápláló tejből. A Tolnai utcai általános iskola a kezdetek óta részt vesz a kezdeményezésben. Mi kezdetek fogva bent vagyunk az iskolatej programba, így a gyerekeink megszokták, és már örülnek és várják is az iskolatejet. Nálunk ezt szeretik a gyerekek, mert nagyon sok kisgyerek jön esetleg reggel korán, és a korán is reggelizett vagy 10 órázott, bizony azért 8 óra előtt már újra megszomjaznak, és van olyan kisgyerek, aki napközben is többször megkóstolná ezt a tejet, vagy ha nem iszta meg reggel, akkor később bejöhet és megihatná a tejet. Bélik Martin harmadik osztályos, elsőskora óta szívesen fogyaszt iskolatejet. Nagyon sokszor. Elsőben még úgy imádtam, hogy nagyon akartam mindig inni. Még 10 óraikor is volt, akkor nagyon oda rohantam. De még nagyon siettem oda. Nem akartam, hogy elfogjon. Az idei tanév során mintegy 4200 kisdiák számára biztosítja a város az iskolatejet, a családok nehéz helyzetét ismerve pedig a város elkötelezett a program mellett, így a költségvetésből 30 millió forintot biztosít annak továbbvitelére. Hogy az állami normatíva miként és hogyan alakul a jövőben, azt még nem tudjuk, de a város egészen biztos, hogy a 2011-12-es tanévben biztosítani fogja az iskola tejet minden kisgyermekünk számára. Én voltam egy első és egy második osztályban, ott láttam, hogy bizony a gyerekek szerencsére jókedvűek és nagy kedvel jöttek ma iskolába, és azt is azt gondolom, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy talán ez egy kicsit a tej hatása is, hiszen reggel nem üres gyomorral kezdték el a kérdések és válaszok óráit, azaz az iskolát, a tanítást, hanem úgy, hogy ezt a tejet, legalább ezt a tejet elfogyasztották. A városi fenntartású intézmények mellett az egyházi iskolák is kapnak az ingyenes iskolatejből. Az iskolatej kiszállításával kapcsolatos feladatokat pedig ismét az Alföldi Tej Kft. Látja el a 2011-2012-es tanévben. Az iskolatej program része egy modellprogramnak is, hangsúlyozta a tájékoztatón Brájer Éva alpolgármester, aki, mint mondta, az egészséges életmód népszerűsítésében, a megelőzésben elengedhetetlen a szemléletváltozás. Éppen ezért tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy léphetünk tovább, ugye indítunk a tejből, aztán már ott tartunk az étkezésnél, és mehetünk tovább, hogy készítjük a város egészségprogramját is, ami természetesen komplex, de része, ez az étkezési rész, és hogy tudjuk a szülőket átformálni a gyerekeken keresztül. A családokat támogatja a 2011. februárjában elindított úgynevezett családi hírlevél kezdeményezés. A városi programokról, rendezvényekről és gyermekegészségügyről folyamatosan tájékozódhatnak mindazok, akik regisztrálnak a város honlapján, az Oktatás alportálon.